ön elsők között reagált Márki-Zay Péter legújabb furcsa kijelentésére a Facebookon, és ezzel kapcsolatban kérdést is intézett, vagy kérdéseket a főpolgármesterhez, Karácsony Gergelyhez. Miért gondolja azt, hogy ebben az ügyben Karácsony Gergely illetékes, illetve milyen kérdésekre vár választ a főpolgármestertől? Én azért írtam főpolgármester úrnak egy nyílt levelet a Facebookon, mert úgy gondolom, hogy az ő miniszterelnöke Márki-Zay Péter. Tehát ő az, aki visszalépett az előválasztáson, így lehetett Márki-Zay Péter a baloldali ellenzék miniszterelnöke, és ezen a listán, amelyet Márki-Zay Péter fog vezetni nyilván, ezen szerepe van, azt hiszem második helyen található Karácsony Gergely főpolgármester. Tehát én azt gondolom, hogy innentől kezdve az, hogy az ő miniszterelnök jelöltje, akit ő mindenben támogat a kampányában, miket mond és hogyan mondja, az azt gondolom, hogy mindnyájunk kíváncsi lehet rá, és én azt kérdeztem főpolgármester úrtól semmi többet, mint amit egyébként a szélső baloldali média is megkérdezett Márki-Zay Péternek a legutóbbi kijelentése után, amely, mondom, még ott is kiverte a biztosítékot, hogy ezekben a kérdésekben főpolgármester úr mit gondol, egyetérte vele, illetve hogyha esetleg ő is úgy gondolja, hogy még egyszer mondom, még a szélső baloldali újságírók is, hogy azért ezek a kérdések választ várnak, akkor tegye már meg, hogy esetleg ő is mondjuk a Facebook oldalán, ahol naponta számtalan bejegyzést ír, vagy kollégái írnak, esetleg reagál, és esetleg megpróbálja tisztába tenni ezt a nagyon súlyos helyzetet, és ezeket a kijelentéseket, amelyeket olvashatunk a Márki-Zay Péter nevű miniszterelnök jelöltől. Ha jól tudom, egy Somogyi utcafórumon mondta azt, hogy ők a fasisztákat is már, mint az Egységben Magyarország az ellenzéki összefogás a fasisztákat is képviseli, és ez alapján kérdezte ön ezek szerint a főpolgármestert. Válaszolt-e önnek, vagy a Facebookon valamilyen szinten erre a furcsa kijelentése megnyilvánult-e már Karácsony Gergely? Igen, hát én azt kérdeztem a főpolgármestertől, hogy ön egyetérte ezzel, illetve hogy ön tud-e olyan pártokat és személyeket, akik valóban a fasisztákat képviselik az ő baloldali szivárvány koalíciójukban, és hogy szerinte józan észre és józan lélekkel egyébként 2022-ben Magyarországon bármelyik párt a fasisztákat kell, hogy képviselje. Illetve, hogy mikor lesz az a pillanat, amikor Karácsony Gergely, aki Budapest főpolgármestere, és erre tette le az esküt, hogy a budapesti embereket képviseli, minden budapestit elhatárolódik ezektől a kijelentésektől, illetve nem tesz meg olyan gesztusokat a szélsőségek felé, amelyeket szerintem a Budapest főpolgármestere nem tehet meg. Azért emlékeznek a kedves hallgatók, hogy az időközi választáson, nem olyan rég 2018-ban ő Bíró Lászlóhoz leutazott, és átkorolva fényképezett az ottani jobbikos időközi választáson induló szerencsi jelölte, aki mégiscsak egyébként a Facebookon szintén előtte azért csak judapestezett és teti csúszdász megjegyzéseket tett mondjuk a zsidó honfitársaink, illetve a zsidó turistákra, izraeli turistákra, tehát, és Karácsony Gergely erre lement, és ott fényképezett, és nem mondott annyit, hogy hát azért mégiscsak ennek nincs helye ma a közéletben, sőt sehol. Természetesen nem kaptam választ a főpolgármestertől, ezt megszokhattuk, hogy főpolgármester úr, ha éppen ő úgy gondolja, hogy az ő reklámja és PR-ja ezt szükségessé teszi, akkor bármiről és bármikor posztol a Facebookon, gyönyörű, szép, hangzatos posztokra tud írni. Ha azonban cselekvésre van szükség, vagy netán olyan kérdésben kéne megnyilvánulni, amely valóban talán kellemetlen, vagy talán egy élesebb állásfoglalást kíván tőle, akkor egyébként elnémul, és semmilyen konkrét lépéseket nem tesz. Most sem érkezett tőle semmilyen válasz, úgy tesz, mintha semmi köze nem lenne egyébként Márki-Zay Péterhez és ezekhez a kijelentésekhez. Szokás szerint, amikor hegyeseket mond, aztán utána ő megszokta ezt magyarázni már, mint az ellenzéki miniszterelnök jelölt. Ön mennyire tudja elfogadni azt a magyarázatot, amit ezután tett, hogy ő nem így gondolta?
Nézze, én engem megijeszt az ellenzéki miniszterelnök jelölt, tehát ő naponta mond olyan kijelentéseket, amelyekkel megsért, megbánt embereket, és amikor a legélesebb mondatokat mondja, amelyek egyszerűen vállalhatatlanak, akkor utána elmondja, hogy elnézést kérek, nem is mondja, hogy elnézést, hát nem úgy értettem, és akkor mond egy teljesen olyan magyarázat, ami elfogadhatatlan. És ez szerintem egyszerűen ijesztő, eleve, hogy ilyen gondolatok vannak a fejében, másfelől pedig, hogy így össze-vissza beszél. Tehát ez mégiscsak ez az ember Magyarország miniszterelnöke szeretne lenni. Hát képzeljék el, hogyha az ország nevében is majd, vagy véletlenül az ország nevében tárgyalna, és akkor így össze-vissza beszélne, borzasztó kijelentéseket tenne, nem azután elmagyarázni, hogy bocs, nem arra gondoltam. Szerintem ez sem a politikában, sem egyébként sehol nem megengedhető, nem elfogadható. Csak azért idézem a magyarázatát, mert sokat mond az is, és talán sokan nem hallották, ő ugye azt mondta, hogy arra gondolt, hogy miközben Orbán Viktor egy személyben meg a Fidesz megtestesíti a szivárvány koalíciót, a liberálisokat, kommunistákat, konzervatívokat és fasisztákat, az ő szövetségükben ezeket külön-külön képviselik, és gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját. Szóval azért kérdeztem, hogy mennyire tudja ezt a magyarázatot elfogadni, hogy igaznak találja azt, hogy akár a Fidesz mondjuk, mert ő talán a Fidesz közeli munkáspártról, meg a Fidesz közeli Mi Hazánkról beszélt, hogy náluk külön-külön képviselik a fasisztákat, a Fidesznél meg egy személyben egy ember, vagy egy párton belül van ez a szivárvány koalíció? Na, tegyük akkor tisztával. Tehát egyfelől nyilvánvalóan kikérjük magunknak valamennyien, hogy a Fidesz bármikor is képviselte volna a kommunistákat vagy a fasisztákat. Tehát ez a szokásos hazugsága és értelmezhetetlen, érthetetlen kicsapongása, amelyeket egyébként megszokhattunk Márki Zajtól az elmúlt hónapokban. Ugyanúgy, hogy megsérti a nőket, megsérti a vidékieket, tehát mindenkibe belegázol, itt természetesen belegázol a politika ellenfelébe is. Tehát ezt kikérjük magunkat és visszautasítjuk. Azért az, hogy a Mi Hazánk vagy a Türmerféle munkáspárt hozzánk van közel, az már-már vicces. A másik fele pedig, hogy igen, hát arra mondjon magyarázatot, hogy normális ember egyébként tiszta józan ésszel és tiszta szívvel képviseli az ő csapatukon belül a kommunistákat, az egyik csapat, a másik csapat pedig a fasisztákat. Be tudjuk azonosítani, hogy kire gondolhatott, mert továbbra is azt gondoljuk, hogy a Jobbiknak a múltját és a jelenét nem lehet megszépíteni, és azért senki nem felejti el, amikor a Jobbik tüntetéseken még antiszemita jelszavakkal skandáltak, Európai Unió zászlót égettek, stb. A Jobbik képviselője a Dunaparti cipőkbe beleköpött. Tehát nem ennyire rövid az emlékezet, hogy erre ne emlékezzünk. De hát tudjuk egyébként, hogy kire gondolt Márki Zay Péter. A kommunistákról meg szerintem a rádióhallgatóknak nem kell mondanom, hogy abban a csapatban, ahol Gyurcsány Ferenc a megmondó ember, ott a kommunistákhoz milyen kapcsolatrendszer van, de hogy ő ezt elismerje, és azt mondja, hogy ez teljesen normális, és ez az ő részükről milyen bátor dolog, ez valami olyan méretetlenül abszurd és felháborító, amire nincsenek szavak, és ezek után teljesen mindegy, hogy próbál magyarázkodni, mondott megint egy olyan mondatot, ami után egyébként egy normális európai politikus azonnal lemondana, illetve egy normális európai politikai helyzetben a pártjaik, vagy a pártja azonnal lemondatna egy ilyen kijelentés után. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. A Fidesz fővárosi frakció vezetőjét, Láng Zsoltot kérdeztem az elmúlt percekben. Szép napot önnek, viszont hallásra. Köszönöm szépen.